Nagyboldog asszony napját már Szent István királyunk is megünnepelte, hiszen augusztus 15-én ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Mihály József szerint leginkább ez indokolja, hogy a magyarság számára oly fontos nap, több európai ország gyakorlatához hasonlóan különbözzön a többitől. Ezért gondolta úgy, hogy indítványozza az országgyűlésben Mária mennybe menetelének napját, nyilván ítsák munkaszüneti nappá. A kereszténydemokrata frakció országgyűlési képviselője szerint a nemzet erejét a családoknak kell adniuk, a család védelmezője pedig mindig az édesanyja. Az édesanyák iránti tiszteletnek a fokozása, az édesanyai hivatás iránti tiszteletnek a tovább emelése minden magyar embernek a kötelessége, és ilyen értelemben természetes módon a politikának is, és talán azzal tudna segíteni, hogyha nagyboldogasszony ünnepe munkaszüneti nap lehetne, ezzel megtehetnénk azt is, hogy azok, akik hívő emberek, ezt az ünnepet méltón ünnepelhetnék, akik nem hívők, őnekik is segítenénk abban, hogy a szeretetben, a családjuk összetartásában egy plusz napot kapjanak.